És megérkezett a stúdióba Szanyi Tibor, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom elnöke, és javasolom, hogy egy gondolat erejéig kapcsolódjunk ide, mert mondtam, ugye baloldalinak nevezik azt a gazdaságpolitikát, amelyet ugye Gyurcsány Ferencék most is megerősítenek, de tulajdonképpen, hogy korábban beszéltünk róla, az egy liberális gazdaságpolitika, nem annyira baloldali, ugye? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit ezen a csodálatos nyári reggelen, és rögtön itt a kérdés mentén én magam is csodálkozom, hogy mitől tekintik baloldalinak azokat a különböző gazdaságpolitikákat, amelyek ma a mainstream, tehát a fősodratú politikában jelen vannak. Őszintén szóval én nyomát nem látom itt a baloldaliságnak. A baloldaliságot a mi, az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom programja tálalja, képviseli, jelenleg egyedüliként ezen a mai fronton. Itt van egy ilyen tudati fénytörés, vagy nem tudom micsoda, neoliberális politika ez mind, amiről mi manapság szoktunk beszélgetni. Ezért nem vesznek részt ebben a bizonyos előválasztási procedúrában, amit már nyilván értékel majd, hogy mit jelent ez, vagy mi van e mögött? Igen, ez az egyik oka, nagyon nyomós oka annak, hogy mi nem akarunk és nem is tudunk részt venni egy olyan meccsben, ami egy másik műfaj. Tehát itt a kapitalizmus szerelmesei húzakodnak egymással, most a Fideszt is ideértve. Mi meg nem vagyunk a kapitalizmus szerelmesei, mi a szocializmus szerelmesei vagyunk. Tehát egy olyan ligában, amiben a mi témánk nincs, ott nekünk értelmetlen részt venni. Úgy is mondhatnám, hát ők kosárlabdáznak, mi focizunk. Tulajdonképpen akkor önök indulnak, függetlenül indulnak, hogy áll a például a jelöltválasztás egyáltalán, ugye nyilván korábban arról volt szó, hogy ön miniszterelnök jelöltje ennek a szerveződésnek, ennek a csoportnak, ez továbbra is így van. Ez továbbra is így van. A nyarat egyébként egy nagyon masszív vidékjárással töltöttük. Most nem tudok pontos statisztikát mondani, de nagyságrendileg tudom, hogy kb. 200 kis települést kerestünk föl. Ez egy nagyon érdekes mintavétel volt tulajdonképpen. Hát Magyarországon a lakosság 40% a kis településeken él, és azt láttuk, hogy ezek a kis települések, mondjuk ez igazából 10 000 fő alatt itt szoktak mondani kis településnek, de mi jellemzően ilyen 500-1500 lakos és a bíró településeket néztük, hát ezeket olyan szinten nem találja meg a politika ezeket az embereket, hogy csodálkozik. Majdnem azt mondom, hogy évtizedek óta nem láttak élő politikus, csak ugyan most minket. És hát egészen más problémákkal küzdenek, mint ami az újságokban, meg a rádióban, meg a tévékben van. Alapvetően egyébként mindenütt a jövedelmi. A jövedelmi szituáció az, ami katasztrofális. Hát aztán ugye ott van a kis településekre jellemző életmód, ez a nincs semmi, nincs bolt, nincs elérhető szolgáltatások, de legtöbb helyen, amire jártunk, Észak-Magyarországon például, ott egyszerűen még a vezetékes víz is használhatatlan, tehát egy barna lötty, amivel se mosni, de még mosogatni se nagyon lehet. Ezeknek az embereknek hiába mondja bárki is, hogy Fudán Egyetem, meg Afganisztán, meg nem tudom minden, hát ezek mások a problémák. Itt teljesen más dimenzióban jönnek, viszont nagyon örültek annak, hogy megjelentünk, és azt is igaznak látjuk, ami egyébként nem kevés közönyi kutatónak az adataiból is előkerült, hogy bizony-bizony Magyarországon a szocializmus gondolatának azért van egy bő egyharmados támogatottsága, és ezeken a vidéki kis településeken ezt nagyon megéreztük, minek utána, hát ott a TSZ-ek eltűntével, ott gyakorlatilag megszűnt az élet. Na most egy kicsit beszéljünk arról, ami nem tudom, hogy miért terjedt el, de lehetett erről hallani, hogy ön az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök jelöltként indul. Ez azért furcsa annak, aki egy kicsit ismeri a korábbi nyilatkozatait, hiszen ugye azt mondta, hogy nem vesznek részt ebben a procedúrában. Hogy kinek az érdeke, vagy mi van itt a háttérben? Nem tudom, én is találkoztam ezzel a pletykával, határozottan és kategorikusan tudom cáfolni, hogy nem. Tehát jelenleg az úgynevezett polgári liberális náci ellenzék esetében ott van egy hétfős keret, akik miniszterelnökök akarnak lenni, mindegyiket nagyon nagyra becsülöm személyében. Politikailag viszont érthetetlennek tartom, hogy mire is jelentkeznek, hiszen programjuk nincs.
Tehát azt még nem tudják, hogy mit kell képviselni, vagy legalábbis részleteibe, vagy konkrétumaiban biztos, hogy nem. Viszont nagyon akarják azt a nem tudom micsodát képviselni. Hát mi meg tudjuk, hogy mit akarunk képviselni, mert ezt egy program formában, igen, szocializmus néven futtatott programban sűrítettünk, és ennek mentén választott meg az én mozgalom, az én pártom, az igen, szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagy hogy a sajtó meg iszomnak is szokták kétemmel apostrofálni a mozgalmunkat. Így lettem miniszterelnök jelölt, és én ennek a mozgalomnak, és én úgy gondolom, hogy ez egy vállalható történet, hogy mi nagyon konkrétan megfogalmazzuk, hogy mik azok a célkitűzések, amiket el akarunk élni. Ezek homlok terében egyértelműen a nettó 250 ezer forintos minimálbér van, de a nyugdíjasokra is gondolva a mi képletünkben egyébként 150 ezer forintnál nem lenne kisebb nyugdíj Magyarországon. Nem lett volna alkalmas ez a bizonyos előválasztásnak nevezett folyamat arra, hogyha mondjuk egy valódi előválasztásról van szó, hogy megmérje például a önnépszerűségét, mert hát azt mondja, hogy akkor ellenük indul el. Nyilván az osztozkodásban nem vesz részt, meg a képviselőhelyek elosztásában, mint ahogy azt láttuk, hogy már kezd kialakulni, de ugyanakkor mondjuk a népszerűségét meg tudná mérni a többiekkel szemben. Lehetne akár egy markáns eredmény is, hogyha ennyire bízik a program sikerén. Nem tudom, milyen eredmény lenne, ugyanis teljesen homályban van, hogy kik vesznek részt ezen a bizonyos előválasztáson, tekintettel arra, hogy nagy valószínűséggel kb. A lakosság 5%-a. De ez már a teteje. A budapesti, annak idején 19-es budapesti előválasztáson a nagy csinálatot a közepette, és 5% volt a résztvételi arány. Tehát valószínűleg egy országos mintában ez azért talán még kisebb is lehet. Itt elsősorban az aktivisták fognak szavazni, tehát a pártokhoz valamilyen szorosabb értelemben kötődő emberek. Hát most én arra nem számítok, hogy akár a náci Jobbiknak, akár a liberális DK-nak a rajongói majd rám szavazzanak, tehát ez egy nagyon fals adat lenne. Amúgy egyébként pedig a közvéleménykutatások, és ez egy masszív adat, és én hiszek abban, hogy a reprezentatív közvéleménykutatások azok pontosabb eredményt adnak, mint sokféle egyéb ilyen gyakorlatozás. A helyzet az, hogy hál' Istennek van egy 75%-os ismertségem az országban, egy durván 10%-os támogatottságom, de ennél is erősebb a szocializmus gondolatának a támogatottsága. Tehát mi azt mondjuk, hogy egy ilyen 30-15% közötti zónából 5%-ot egy parlamenti küszöböt talán lehet, hogy sikerül elérni. Köszönöm szépen Szanyi Tibort, az Igen Szolidaritás Mozgalom elnökét hallották, azaz miniszterelnök jelöltjét. Köszönöm szépen.